A déli külvároson és az északi városrészen zajló és tervezett beruházásokról a helyszínen tájékozódott Szepesi Tibor polgármester, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő. A déli külvároson és az északi városrészen zajló és tervezett beruházásokról a helyszínen tájékozódott Szepesi Tibor polgármester, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Molnár Pál, a városgondnokság igazgatója, Varga Mici István, a cigány önkormányzat elnöke és a két körzet képviselői, Nagyné László Erzsébet, Karcagi Nagy Zoltán és Pánti Ildikó. Mint Szepesi Tibor elmondta, több fejlesztés is zajlik pályázatokból az északi és a déli külvárosi részen. Ugye több fejlesztés is ment mind az északi, mind pedig a déli külvárosi részen, amelynek természetesen folytatása lesz, és azért néztük meg, hogy azok a pályázatok, amelyek jelenleg folyamatban vannak, útfelújítások, hozzá kapcsolódó különböző területeknek a rehabilitációja, az milyen ütemben halad, és hogy tudjuk ráépíteni azokat az elképzeléseinket, amelyeket természetesen megfelelő ütemben kell megvalósítanunk. Én úgy látom, illetve úgy látjuk mindannyian, hogy azok az útfelújítások, átjúzások megfelelő színvonalon és minőségben elkészültek, tehát lehetővé teszik a ráépülő további elképzeléseinket. Ebből a legfontosabb természetesen a hulladékkezelés, hiszen ahogy láttuk is, nagyon elmaradt ez egy picit az utóbbi időben. Nem igazán vették igénybe azokat a szemétszállítási lehetőségeket, konténert, és gondolok itt sok más mindenre is. És ez a következő nagy lépés. Tehát meg kell oldanunk azt, hogy minden háztól, kukából vigye el a hulladékgazdálkodási vállalat a háztartási szemetet. Ez ne kerüljön ki az utcára gyakorlatilag, ne kerüljön ki a konténerek mellé, hiszen utána ezzel továbbra is foglalkozni kell és kezelni kell. Tehát az útjavítás megtörtént, a kukákat kezdjük akkor most már azt gondolom kirakni a háztartásokba, és el fog kezdődni a kukás szemétszállítás. A körzet képviselői is ott voltak a bejáráson, és jelezték azokat a pontokat, amelyeket a következő pályázatba be lehetne építeni. Vannak olyan beavatkozási pontok, amelyeket fontos lesz ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, elvégezni. Vannak olyan zugok, átkötő utak, amire most jelen pályázatból nem maradt már forrás, tehát ezeket is megnéztük. Természetesen a következő pályázatnak ezek lesznek a lényeges elemei. Hiszen túl azon, hogy a kukás szemétszállítás egy nagyon fontos lépés, azért nyilván oda kell figyelni arra is, hogy a különböző közüzemek meg tudjanak valósulni, tehát majd lépni kell nyilván a víz, szennyvíz, gáz bevezetésekben, ezeken a területeken is, illetve azoknak a fontos gépjárműveknek, mentőnek, tűzoltónak, rendőrségnek azért megközelíthetővé kell tenni, hiszen nagyon fontos az, hogy megfelelő egészségügyi ellátást is kapjanak az itt élők is, tehát a mentőautó mindenképpen be tudjon jönni. Úgyhogy van még min dolgozni, de azt látom, hogy az az irány, amit elkezdtünk, az első lépései megvannak, és hát ahogy az ember följut a csúcsra, ugye a lépcsőfokokon keresztül, az első lépcsőfokokon most már állunk, és hát haladni kell tovább majd ezen a lépcsőn fölfelé. A déli külváros részen Pánti Ildikó, a körzet egyik képviselője, a bejárás után elmondta, hogy az utóbbi időben az útalapok és az utcák rendezettsége nagy mértékben fejlődött, előrelépés történt az útalapok elkészítésével. Valóban örvendetes számomra is, hogy ez a bejárás megvalósult ezen a területen, és mint a területnek egyik helyi képviselője mondhatom örömmel, hogy az utóbbi időben az útalapok és az utcák rendezettsége nagyon nagy mértékben fejlődött, előrelépés történt, miután a sáros utakat, utcákat kiiktattuk az útalap elkészítésével ebben az évben, és ez örvendetes az itt lakóknak is, és valamennyiünknek, nem csak abban az esetben, ha a mentőnek kell jönni, vagy a tűzoltónak, hanem örvendetesen elmondhatom azt is, hogy egyre több a személygépkocsi ezen a területen is, és ugye az fontos, hogy úgy a személygépkocsiknak, kerékpároknak és egyáltalán a közlekedésnek megfelelő útjai legyenek, és a közlekedés ezáltal is biztonságosabb legyen.
örvendetes valamennyiünknek, és bizakodom abban, hogy a lakosok is ennek örülnek, és megbecsülik, mert mindig úgy maradnak meg az értékek, hogyha azt megbecsüljük, és magunk is tehetünk és teszünk érte. A lakosok is örülnek ennek, és meg is becsülik, mert úgy maradnak meg az értékek, ha azt megbecsüljük és teszünk érte, mondta Pánti Ildikó.